női szíveket szokása megdobogtatni. Úgy értem a focistalányok szövetségi kapitányaként vezényli az edzéseket és a meccseket. Kis László, az egykori Vasas és Montpellier futballcsatár, aki négy gólt lőtt 1981-ben két vb selejtezőn, tehát tét meccsen a norvégoknak. Vele elemezzük az utódok nem tétre menő tegnap esti barátságos fellépését és kudarcát Norvégia ellen. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Eh, mire eh, jó egy ilyen barátságos mérkőzés? Felvetődik az emberben Statisztikai javítás, vagy esetleg kipróbálni új tehetségeket, vagy gyakorolni valami újat? Ez mire volt jó? Hát így utólag ugye teljesen másképp érzi az ember van. Hát először is nagyon fontos, hogy igen, statisztikai is jó lehetne, abban az esetben, hogyha nem a norvégokat hívnánk. Azért a norvégok tudni kell, hogy, hogy legalábbis olyan szintű csapat, mint a miénk, de ezt tegnap este ezt tapasztalhattuk. Tehát el, erre a megoldásra lehetett volna azt is, hogy kipróbálunk jó pár játékost, amely hát bizonyos értelemben megtörtént, mert a cserék így történtek, de egyértelműen lehetett látni, hogy egy további önbizalom növelés volt itt a cél, a legjobb összeállításra léptünk pályára, leszámítva természetesen a sérülteket. Hát ez most nem sikerült, hogyha azt nézzük, hogy a, az eredményeket. Egyébként több nem sikerült ö, ö, találkozónk volt akár idén is, de ö, azt lehet mondani, hogy a selejtezőkön viszont ö, maximumot nyújtotta a csapat, tehát ott az eredményeség teljesen rendben volt. Na, mindjárt visszatérünk a mérkőzésre, viszont egy kicsit ugorjunk vissza a múltba, amikor te ezeken a bizonyos vb és tétmérkőzéseken játszottál és rúgtál négy gólt ellenük, akkor az akkori norvég futball erejét azt hogyan tudjuk összehasonlítani a mostanival, és közben egy kicsit a mi helyzetünket is ahhoz viszonyítani, tehát, hogy hogyan voltak itt a két irányú mozgások. Ö, igen. Akkoriban mi már tudtuk azt, hogy a norvégok valamit csináltak a labdarúgák. Nem tudtuk konkrétan, hogy ez, hogy ez mi volt. Egyébként roppant egyszerű, gyakorlatilag tömegesítettek. Futballpályákat építettek, fedett futballpályákat építettek. Elindult a műfűves program, ugye mi is megcsináljuk egy 30 éves csúszással, hogy így mondjam. Tehát alkalmassá tették a környezetüket arra, hogy futballozhassanak a gyerekek. Hát ez volt a legfontosabb üzenete. És ebből kezdtek kinőni. Gyakorlatilag nem is arról volt szó, hogy profi futballt akartak csinálni. Hanem az, hogy a gyerekek mozogjanak, tehát van egy téli mozgás, ugye az ő nekik adott, természetesen ezzel semmi gond nincs, és van egy nyári lehetőség, ez pedig nem más, mint a futball. A gyerekek fölnőttek ebben, aki akart és olyan tehetséges volt, az gyakorlatilag elment azokba az országba, akkor még főleg Svédországba, de Angliába és más országokba, és mi akkor már nekünk ezt mondták, hogy figyeljünk oda, mert ez így van. A magán, magán, a mérkőzésen akkor még mondjuk így, hogy egy kicsit más típusú, más típusú csapat ellen futballoztunk, egy kicsit angolos volt az akkori angol szokásoknak megfelelően, akik hát régiek, hogy így mondjam, régi motorosok, mint én tudják, egy régi 442-es felállásban egy kicsit erőfutballt, hogy így mondjam, játszottak a Norvégok, mi pedig hogyan? Egy kicsit a fineszt vettük elő, egy kicsit azt, amit, ami, amit most már úgy hívnánk nagyon szívesen a mai napig, hogy magyaros, amely elődeinkben, hogy így mondjam, abszolút megvolt. Mi ezt a, az utat egy picit elveszítettük, és azt lehet, hogyha átvetítem ezt a, a mai napra, vagy éppen hogy a mai napra, játszunk, igen. így van, mi egy kicsit ezt elveszítettük, ezt a bizonyos magyaros dolgot. Ugyanakkor azt lehetett látni, hogy a, a norvégok viszont elkezdtek menni az erőfutballból, a jó felépítő fizikumra alapuló labdarúgásból, egy kicsit a játékosság felé mozdultak el, és az abszolút a, látszott a játékokon is. Tehát, hogyha mi erre készültünk volna, akkor úgy érzem, hogy talán, talán jobban felkészültünk volna. Hát, a igen, magasra. mert például, ahogy Mackó is beszéltük, azóta az az embernek az érzés, hogy a kérdés, hogy az első fél vajon mit akar gyakorolni a, a, magyar csapat, hogy esetleg kipróbálták volna azt, hogy egy fejjel magasabb védők ellen milyen a felévelgetjük a labdákat? a szalainak? Igen, fura volt, Egervári Sándor nyilatkozata is ugye egyértelműsítette, hogy nem ezt kérte a játékosoktól. Egyszerűen a, 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 a védők közvetlenül a csatárt, vagy csatárokat, de inkább a csatárt a szalait akarták megjátszani. Most köztük volt egy középpályás. Sor. Az, az, az gyakorlatilag nem működött, most ezt elemezni kell, hogy ez miért nem és hogyan. Egyből meg akarták játszani a szalait, nagyon örültek ennek a, a, a norvég védő ahogy akik letarolták gyakorlatilag. Vagy szabályosan gyakorlatilag rásegítve két oldalról, vagy a, 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 a védő középpások, vagy, vagy egyszerűen szabálytalankodtak el, felállt védelem ellen kezdtünk a fúgat, megint csak feléveltünk, innentől kezdve egy folyamatos játékot nem tudtunk kialakítani, a szalai folyamatosan jött gyakorlatilag hátrafelé labdához akart érni, úgymond, én is center voltam, tudom, hogy ez mit jelent, tehát labdához érni, na most innentől kezdve az, hogy a középpályán a centerünk labdához ér, onnantól kezdve de mi nem tudjuk folytatni a játékot. Ezért ezek a felévelések, hát ez borzasztóak voltak. Hibás dolog, azt lehet mondani, hogy viszont játszott olyan mérkőseken, amikor ez itt történik. Egyszer megmagyarázhatatlan, mert minden játékos tudta, hogy nem ez a feladat. Uh -huh. Erről a védelemről külön néhány szót. Komoly rutinnal rendelkező védelmünk van mégis, folyamatosan, és ez azt hiszem, hogy a sikere megvívott, eddig megvívott vb is látszott, hogy állandó ö, félelembe lehetünk, bizonytalan a védelmünk. Miért? Ö, igen, idáig azt lehetett mondani, vagy én legalábbis így úgy vettem észre, hogy a szélső hátvideinkkel van elsősorban probléma, amely most egy kicsit érdekes módon. az az, az 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 a most, most nem volt olyan, olyan, olyan különösebben gond. A két belső hátvédünkkel ö, ö, volt gond. Ö, idáig én úgy gondolom, hogy akármilyen felállásban játszottunk, amikor kellett, mindenki hozta magát. Most érdekes módon azért véleményem szerint is a két legjobb első átvéd játszott, és ugyanakkor hát olyan óriási hibákat követtek el, ilyen túl meg egy, amit én láttam, hogy amikor úgy érezték, hogy az övüké a labda, ez olyan túl nagy megnyugvással töltötte el őket, nem számítva az ellenfél elképesztő, nagyon azt nem, hogy agresszivitására, de ez, ez, egy ilyen pozitív agresszivitás, tehát a minden áron való győzni, nem számítottak, ez már eleve egy kicsit problémás volt, hogy hú, meg vagyok nyugodva, mert a labda. Másrészt pedig valamiért az összhang a két játékos között nem volt megfelelő. Ráadásul ugye ez a norvég csapat hét újonccal jött, tehát kísérletezni akart, mi meg hát valahogy állva maradtunk, nem? Igen, és azt lehet mondani, hogy az ő kísérletezésük bevált. Tehát itt azt lehet, most nem vagyok ugye Norvég, de azt lehetett látni, hogy ebből a Norvég csapatból a közeljövőben, nem ismerem ugye a, messze annyira, mint a magyar játékosokat, hiszen miért is ismerném, őnáluk biztos vagyok benne, hogy egy-kettőt azonnali hatállal be lehet tenni a csapatba, és igenis, el, fiatalokról éve szó, szóval minden további nélkül lehet rájuk számítani, nálunk meg úgy néz ki egy kicsit ez szűkebb jelen. Tehát van talán egy, egy nagyon jó magunk, és hogyha onnan most kiesnek, vagy nem úgy teljesítenek, akár a, a, a klubjaikban, akkor úgy néz ki, hogy egy kicsit mi, mi, mi jobban meg vagyunk fogva. Tehát nincs annyi választékunk. Ez egyébként az első kérdésedre is egy picit igen, válasz. Igen, igen. Így, így van, hogy úgy néz ki, hogy ebben az egész csapatében, vagy, vagy az egyének felépítésében, hogy így mondjam, talán így lehet mondani, hogy a, a, az utánpótlás nevelés kérdésében, a tehetségek számában, hogy így mondjam, még mindig egy kicsit norvég előttünk van. Hát igen, na most ráadásul, ha azt néz, mert ugye az nyilván, hogy Király Gábor, aki egyébként nagyokat fogott, vagy vancák, vagy Juhász Roland, nekik már nem kell bizonyítani, minden tud róluk a kapitány, meg a meg a futballt néző közönség, tehát velük kísérletezni nem lehet. Volt-e, lett volna olyan, akit érdemes lett volna kipróbálni, mondjuk Stieber, vagy mondjuk a videóton folyamatosan játszó magyar játékosai? Hát... Ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, és azeket akkor szokták föltenni, amikor amikor eredménytelenség van. Az Azért furcsa, mert ö, ö, én azt szoktam mondani, hogy, hogy ugye nem én vagyok a szövetségi kapitány, nagyon nehéz belelátni, hogy mit szeretné egy szövetségi kapitány. Ha, ha egy nagyon napi dolgot hozok föl, ha a ha Boszkét állandóan szittek, hogy nincs centere az, az Európa-bajnokságon, és hogy lehet így futbolozni, stb. stb. kapott hideget, meleget, egészen addig, hogy mennyire nyerte az Európa-bajnosságot. Na most hogyha ha, a mi, és nem csak a mi szakembereink, hanem a, a nyugati szakemberek is mind ugyanezt szajkozták, most akkor ugye most már nem tették fel utólag a kérdést, mert megnyerte az Európa-bajnosságot. Tehát én azt mondom, hogy ezek a dolgok, amikor így jönnek elő, hogy X-et vegyünk elő, vagy Y-t, hogy próbáljuk és a ez az aktuális szövetségi kapitány feladata, én ezt messze nem kritizálnám de érzelmileg, ha, mint szurkolót kérdezem, persze én is egy, egy, egy Kovács István betennék, mert, mert látok benne olyat, hogy, hogy, az a magyaros dolog, amiről az előbb beszéltünk benne van, ez tény és való, ugyanakkor én azért meghagyom ezt Egervári Sándornak ezt a lehetőséget. Egy dolog érdekel csak engem, ugye az Anglia Írország utánpótlás meccsen a héten csupa olyan játékos szerepelt, akik ugye hetente kemény bajnoki meccseket játszanak, és Egervári mester is meghirdetett annak idén egy ilyen Elvet, tehát, hogy a játszójátékosok játszanak. Kényszer az, hogy ez kicsit feledésbe merült? Hát igen. So, sok minden történik, ugye ezelőtt a mérkőségek nem sokkal, hogy ilyen liga válogatottak is például összemérték a, a, tudásukat. Tehát olyan fiatal magyar játékos, amit kimondottan az Egervári Sándor meg tudott nézni, mondjuk itt, hogy egymás között, és hát nagyobb, annál nagyobb, motiváció nem létezik, mint hogy a szövetségkapitány kapitány engem betesz valahova, még hogyha ezt liga válogatottnak hívják is, és egymás elleni játékra nagyon jó körülmények között. Én úgy gondolom, hogy, hogy ott ő azért látta ezeket. Most az, hogy természet hogy mennél jobb bajnokságba edződjenek, és ténylegesen játszanak minél magasabb szinten ezek a gyerekek, arra óriási szükség van, és ebbe itt az előbb a, a Lack úrnak is hallgattam a nyilatkozatát, sajnálatos együtt kell, hogy. Kóta egyértse? Eh, Kóta. É, hát, most azt, hogy ennek mi a megoldás, ez soha nem ilyen egyszerű, azt mondom, ez így van, viszont az EU-ban ez, ez, ez sokkal komplikáltabb, hogy ezt hogyan oldjuk meg, de az tény és való, hogy itt valamit, valamit bele kellene építeni, valami gátat. Mi a megoldás, nem tudom. Na, erről még sokat fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, segítette. Én köszönöm.